Élénk érdeklődés mellett zajlott a Városi Könyvtárban Buszkó József legújabb könyvének bemutatója december 1-én. A Kockaházak hajdunánások című mű ugyanis olyan építészettörténeti korszakot tár az olvasók elé, amely a mai napig itt van velünk, és ami egyben a tájegységekre jellemző népi építészeti hagyományok drasztikus megszűnését hozta magával. A rendezvény vendégeit Daróczyné Bordás Andrea intézményvezető asszony köszöntötte, majd Csiszár Imre alpolgármester úr ezúttal mint néprajzos szólt a Kockaházak városkép alakító szerepéről, amely a mai napig országszerte dominánsan jelen van, így városunkban is. Ha a városképet nézzük, talán ezek a kocka épületek az egyik legmeghatározóbbak a város tekintetében, legalábbis az 1960-as, 70-es éveknek egy olyan lenyomatát adja napjainkban, amely talán még évtizedek múlva is, biztos vagyok benne, hogy meghatározója lesz a hajdunánási utcaképnek. Talán most vagyunk abban az időszakban, amikor ezeknek az épületeknek a nagy renoválásának az időszakát éljük. Hétről hétre, hónapról hónapra látjuk, hogy ezek az épületek nem tűnnek el, hanem átalakulnak, modernizálják őket, kicserélik az ablakokat, esetleg más héjazat kerül ezekre az épületekre, de a jellegük azért megmarad, és úgy gondolom, hogy akár itt a teremben ülő sokak nevében is mondhatom, hogy van kötődésünk ezekhez az épületekhez. Régóta tudom, hogy Józsi munkálkodik ezen a köteten, és tudom, hogy milyen akkurátusan és nagy lelkesedéssel vág ezekbe a munkákba. Aztán, amikor kezembe került a munka, az élet is úgy hozta, hogy a 12. oldalon nyílt ki. Számomra azért érdekes, mert pont a szülői házzal kezdődik, és ez az első színes kép a kötetben, anélkül, hogy szerintem bármikor is beszéltünk volna erről. Úgyhogy ilyen jó érzés volt ránézni, hogy pont azon az oldalon is azt a képet láthattam, ahol én nekem volt szerencsém felnőni. Buszkó József figyelmét már évekkel ezelőtt felkeltették a kockaházak, mint országszerte meghatározó építészeti korszak, amely hajdunánáson is markánsan jelen van. Voltak előzményei, hiszen láttam azt a folyamatot, amivé alakul a városnak az épített arculata. De 2015-ben, amikor úgy rajszakos tanárként rácsodálkoztam egy albumra, amely az akkori magyarországi kockaházak nagyon-nagyon színes külső világát mutatta be, Katarina Róters közreadásában, akkor úgy gondolkoztam rajta, hogy te, Atya Úristen, nálunk is itt van ez a világ, de amikor végül is 2,5-3 évvel ezelőtt azt tapasztaltam, hogy ez a világ viszont egy-kettőre tűnik el a szemünk elől, annak eredményeképpen, hogy az emberek modernizálják a házat, szebbé akarják varázsolni, ami teljesen természetes folyamat, akkor arra gondoltam, hogy hoppá, egyszer csak azt fogjuk látni, hogy nincs belőlük semmi, ami a külsőt illeti. Arra gondoltam, hogy mint néprajzkutatónak elsődleges dolgom kell, hogy legyen, hogy mindazt, ami még látható, azt megmentsem. Tehát a kutatás természete az, hogy egy picit mélyebbre is szokott ásni az ember, így hát a építés körülményeit, a társadalmi hátterét, a pszichikai vonatkozásait, a házban való lakásnak a körülményeit, stb. Ezt mind igyekeztem megvizsgálni, aminek eredményeképpen gyakorlatilag tavaly ilyenkorra már készen volt a könyv, inkább a kiadás körüli nehézségek azok, amelyek picit lassították a folyamatot, de azt gondolom még teljesen időben maradt, vagy jelent meg. Talán az lehet az érdekes, hogy a egy évvel ezelőtti világ már nem egyezik meg a maival, akkor sokkal több szép, színes, díszített kockaházat láthattunk, már ez csak nem teljes egészében eltűnt. A kötetet Berecki Ibolya, a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgató helyettese mutatta be, különös tekintettel a kockaházak elterjedésének társadalmi okaira. 1960-as évek elejéről beszélünk, 1961, amikor típusterveket adnak közre, és ezzel is szorgalmazzák ezeknek az épületeknek az állítását. Ugye egy nagy történelmi változás következménye is. 1956 után vagyunk, és a TSS-ítés befejezését követően olyan életkörülményeket igyekeztek teremteni a politikai hatalom részéről is, kezdeményezték ezeknek az épületeknek az emelését, amellyel enyhíthették az országszerte nagyon komoly lakáshiányt. Ugyanakkor épp itt az Alföldön belvizesedés, a vályogépületeknek a túlnyomó meghatározó része is kiváltotta azt, hogy jobb építőanyagból világosabb, modern, akkor modernnek számító megoldásokat alkalmazzanak a kockaházakkal.
Az országszerte gombamot szaporodó kockaházak egyben a hosszú évszázadok alatt kialakult és meghatározó, tájegységekre jellemző népi építészetet szüntette meg egy csapásra. De tekinthető-e ez az építészeti stílus valamiféle folytatásnak, tekintettel éppen a nagy számok miatt? A népi építészetnek a hagyományos formakincsét nem vitte tovább. Megszűntek azok a táji jellegzetességek, egy-egy néprajzi csoportra, társadalmi csoportra jellemző sajátosságok, amelyek a népi építészet képviselt. Tehát ilyen értelemben a hagyományos értelemben vett népi építészet korszaka lezárult a kockaházzal. Vannak azonban itt is, például Buczko József könyvében is találkozunk, pont a díszítést illetően olyan példákkal, amelyek ebben a sajátos műfajban mégis egyfajta saját arcot, saját alkotói tevékenységet jelenítenek meg, illetve például az építés folyamatában a kaláka munka szerepe nagyon erős volt az 1960-as, de még a 70-es években, sőt a 80-as évek elejéig. Tehát bizonyos hagyományos formák megmaradtak, de én ezt nem tekintem már népépítészetnek. A népi építészeti hagyományok megszűnését és a sokak által elérhetővé vált újépítési, jobb életkörülményeket biztosító házak elterjedését erőteljes társadalmi, politikai változás eredményezte. Bármerre járunk, ugyanazt látjuk. A részletekben természetesen van különbség. Talán nálunk, nálnáson leginkább abban, hogy visszafogottabb a külső megjelenése ezeknek a házaknak. Én magam úgy fogalmaztam meg, hogy talán a puritánabb lélekből következik mindez. Tehát nem olyan nagyon harsogóak ezek a mi kockaházaink a díszítettséget tekintve. De talán érdemes egy gondolatot szánni arra is, hogy mi az, ami megszakadt a kockaházak építésével. Nem következik a szocializmus-kommunizmus időszaka, akkor egy szerves folyamat valósulhatott volna meg. Van magántulajdon, megvan a hozzá kapcsolódó életforma, és az ahhoz, vagy azt tükröző, azt leképező háztípus is. Ám ebben brutális és gyökeres változás következett be 1949-50-től kezdődően, aminek eredményeképpen egy csapásra elvágták a köldökzsinórt a magántulajdon felé, és ott maradtak a családok folytathatóság tekintetében. Egyszerűen nem volt kilátás sem erre. Viszont volt egy vágyakozás, egy új felé, egy más felé, ami nem olyan, mint a régi, nem olyan sötét, nem olyan nyírkos, nem kell kemencével fűteni, stb. Nos, hát ez a nagyon nehéz, politikailag rendkívül módon terhelt időszak szülte meg tulajdonképpen azt az új házformát, amely egyszer s mint be is zárta magába. Magába ölelte az új fiatal házasokat, vagy akik ilyen házba óhajtottak költözni, mert egyszer s mind ez a ház már nem az alvóhelyként szolgált, hanem egyszerre a lakóhely volt, amiben már ünnepnapon, hétköznapon, napközben, és nem csak éjszaka tartózkodtak az emberek. A hajdani hagyományokból viszont megmaradt a közös, a kalákában való építkezés szokása. Hiába született egy teljesen újfajta háztípus. A felépítés, a létrehozás, a megalkotás módját tekintve sok évszázados hagyomány érhető tetten. Ilyen mindenek előtt az, hogy mint ahogy őseink is közösen, családi alapon vagy barátok közreműködésével építették fel a házukat, ugyanúgy történt ez a kockaházak esetében is. Magam úgy fogalmazom, hogy nyilván a politika rá is kényszerítette erre az embereket, hiszen nem volt elegendő mester, a mestereknek nem volt elegendő létszámú alkalmazottja, ebből következőleg segíteni kellett nekik. A mester inkább csak szakmailag irányított, de a segítők által kitelt az a munkaerő, ami százalokon keresztül is megvolt, és ennek a végeredménye pedig egy közösen alkotott ház lett. Hát, hogy annak a formája nem szervesült a régihez, azaz oly módon váltotta le a régit, hogy az semmiben nem hasonlít arra, ez már nem az építkezőknek a hibája volt. A kockaházakkal országos viszonylatban is foglalkoznak, amelyet kiválóan egészít ki, és teszi teljesebbé a képet városunk tekintetében Buczko József könyve. A téma most kúrens, országosan is. Kötetek jelennek meg, kutatások folynak a Magyar Nemzeti Levéltár és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumos közös projektjeként, kiállítások készülnek, és ez egy általános képet ad az országban a változásokról. Ugyanakkor az a 100 000 fénykép felvétel, amelynek a digitalizálás adta a kiinduló pontot a kutatáshoz, mégis helyi példákat mutat be bizonyos témákat illetően. Buczko József könyve hajdunánás szempontjából
teljességre törekvő, nagyon sok példát alkalmaz, használja ezt a forrást is, de mellette olyan forrásokat is bevont néprajzosként, néprajzi megközelítésű kutatással, adatközlőket megszólaltatva, amelyek tulajdonképpen a mikrotörténelmét mutatják meg Hajdúnánáson, az elterjedésének, az engedélyeztetési eljárásoknak, a bürokráciának a folyamatát, de a tüzépkompatibilis megoldásokat is, még hál' Istennek az akkor élt nagyon fiatal hajdunánásiak elmesélték a számára, és ezt ő mind rögzítette. A mű megszületését szervesen egészítette ki az a több ezer fotóból álló gyűjtemény, amelyet az 1980-as évek elején rögzítettek a nánási fotósok, ránk hagyva azt az örökséget, amely nélkül már mindez nem lenne megmutatható, bemutatható. Egy olyan időszakból hoz képet számunkra, ami a maihoz képest is másabb, hiszen nem csak az utóbbi egy-két évben változnak a házak a különbüket tekintve, hanem az elmúlt évtizedek során is változtak. Tehát ezek a fényképek egy olyan lenyomatát adják az akkori helyi társadalomnak, ami hűen kifejezi azt, hogy mi az, amit alkottak. Nagyon fontos hozadéka az albumoknak, hogy az új bemutatása mellett rögzült a még akkor létező múlt is, ami népi építészeti örökségünk, ami ha nem is ugyanabban a formában, de stílus jegyeiben megőrizhette volna hagyományainkat. Ezek emlékeztetnek bennünket arra, hogy na ez az, ami nem folytatódott. Ezzel nem azt akarom mondani a néprajzkutatóként, hogy ma is ugyanazokban a nyírkos, földmázlós házakban kellene élnünk. Azt azonban igen, hogy az a ház továbbfejleszthető volt. És 1949-ben az akkori építész generációban megvolt ez a hajlandóság, csak sajnos a politika elvágta a köldösénalóját ennek, úgyhogy ez a gondolat, hogy folytatódjék, szervesüljön a vidék háztípusa, ez nem valósulhatott meg. A veszélyre egyébként Veres Péter már az 1940-es évek végén figyelmeztetett. Veres Péter nagyon jól látta a dolgokat, hiszen benne élt, felnőtt ember volt, érett ember volt ebben az időben, és ő azt mondta nagyon jó írói szemmel meglátva, hogy azért higgyék el, hogy a vidéki paraszti társadalomnak megvan a magához való józan esze, megvan a forma érzéke, rendben van az ízlése, tudja azt, hogy egy településen belül milyen nagy házat lehet építeni ennek vagy annak a társadalmi csoportnak, hiszen ezeket generációról generációra vérében örökölt, és azt mondta, felhívom a figyelmét politikának is egyébként, hogy ne játszanak ezzel. Mi történt? Elkezdtek játszani vele, és ezt a készségét tulajdonképpen lerombolták, elvették tőle. Az elmúlt évtizedek újabb építési formákat hoztak, de a népi építészet hagyományai szinte végleg kivesztek épített környezetünkből. Átvettük más népek stílusát, pedig szépen lehetne alkalmazni a miénket is.